Megoldódott a csónakázótó játszóterének vízelvezetési problémája. Ahogy arról már korábban beszámoltunk a komplexum területén, az utóbbi időszakban rendszeresen belvíz alakult ki a nagyobb esőzéseket követően. A Viakanizsa Zrt. szakemberei tegnap dél körül fejezték be a munkálatokat. A játszótér közvetlenül a part mellé épült, ezen kívül a pár évvel ezelőtt elkészült kerékpárút felső szintje magasabbra került, mint a park legalsó szintje. Ez a két dolog okozta a gondot. Magyar a stábunknak Kámán László, a Via az ZRT műszaki városüzemeltetési igazgatója. A szakértők folyókákat alakítottak ki a területen, valamint víznyelőt építettek, amit a kerékpárút alatt egy csővel a tóba vezettek. Kámán László szerint ahhoz, hogy a kerékpárút keleti oldalán is megoldják a belvíz problémákat, további munkálatokra lenne szükség. A mostani beruházás kivitelezési költsége 660 ezer forint volt. Az elmúlt időszakban ugye jelentős csapadék volt, különösen májusban Nagykanizsán és környékén. A víznyelőt a kivitelező már két-három héttel ezelőtt megépítette, a folyókák nem lettek kialakítva, és akkor is láttuk, hogy ezen a részen nem áll meg a víz, tehát már akkor is jól működött. Most azt gondolom, hogy itt a folyókák kialakításával ez még jobban fog működni. Annyit még hozzátennék, hogy ez a probléma nem csak itt jelentkezik, ezen a ponton, hanem a csónakázó az öbölhídtól egészen a vendégházig. A kerékpárút keleti oldalán több helyen van olyan terület, ahol megáll a víz. Ez sajnos abból adódik, hogy a kerékpárút szintje meg lett emelve. Azt gondolom, hogy ez a későbbiekben ezeket a problémákat is meg kell oldani.